Nincs választás, mondja a miniszterelnök néhány éves kormányzás után, mert ezt el. Nem kicsit, nagyon. Európában, mondja a minket erkölcsileg kioktató miniszterelnök, ilyen böszmeséget még ország nem csinált, mint amit mi csináltunk. Persze, mint ismerjük őt, hozzá is teszi, meg lehet magyarázni, mondja. Nyilvánvalóan végig hazudtuk az utolsó másfél-két évet. Teljesen világos volt, mint mondunk, az nem igaz, mondja Gyurcsány Ferenc, majd kioktat bennünket erkölcsi kérdésekben, és azt javasolja, hogy nem magunk, hanem inkább az országgal foglalkozunk. Idézem őt megint, és közben egyébként nem csináltunk semmit négy évig. Nem tudok mondani olyan jelentős kormányzati intézkedést, amire büszkék lehetünk. Majd kioktat bennünket, hogy nem magunkat törődjünk, hanem az országgal. Majd azt mondja, idézem tovább, a világgazdaság pénzbősége, meg tükrök százai, amiről nyilvánvalóan nektek nem kell tudni, segítette, hogy ezt túléljük. Majd fölhív bennünket arra, hogy ne hazudjunk. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kész kabaré. Jakab Péter, jó helyen van.